Donizetti kis operanyitányával kezdődött el a Budapesti Fesztiválzenekar szekszárdi koncertje a Művészetek Házában. A kulturális esemény mindenki számára ingyenes volt. Az első egy fúvós nonett lesz, ez a nonett az azt jelenti, hogy 9 darab fúvós hangszer játszik együtt, és ez egy Donizetti szimfónia, nevezhetjük kis operanyitánynak is. Donizetti ugye Verdi előtti opera irodalomnak a nagy szerzője. Az nagyon ritkaság, hogy 9 fúvost egy opera szerző összerakja, inkább összerak egy hatalmas kórusművet a zenekari kísérettel. Ez egy elég ritkán hallott darab. Utána következik egy Brahms utolsó kamaraműve, ez a Hámok Grandi Quintet, ennek az első tétele. Amennyire az első darab egy olaszos, mondhatni napsütötte darab, ez annál komorabb és búsabb, egy sokkal mélyebb merítésű zenemű, és utána jönnek a kis klezmer válogatásaink. És a zeneszámok között pedig minden esetben egy rabbi szokott segítséget nyújtani a közönségnek abban, hogy felelevenítsük az épület és a közösség múltját. Hát a legelső az új, az felejthetetlen. Mádon voltunk, egy gyönyörűen felújított zsinagógába, és senki nem volt zsidó származású Máru faluban. Jártunk olyan helyen, például Albert Irsán 2-szer, ahol először még a tűzoltóság nem nagyon akart bennünket beengedni, mert olyan romos volt, viszont pár év múlva visszamentünk, és egy fantasztikus koncertteremet találtunk, reméljük, hogy talán nekünk is köszönhető, és hát sajnos nagyon sok helyen jártunk, ahol Sopronban voltunk most legutóbb így a pár napja, a Papréti zsinagóga, ami szintén a felele van zárva. Annyira romos, de találkozunk gyönyörűen felújítottakkal, amelyek vagy így, mint ez koncertteremként, vagy könyvtárként, vagy kiállítóteremként, vagy művészetek házaként működik. A Budapesti Fesztiválzenekar célja tehát, hogy a holokauszt nyomán üresen maradt épületek újra megteljenek élettel, zenével és kultúrával. Koncertjeiken zsidó vonatkozású szerzők művei, illetve klezmer dallamok hangzanak el. Igyekszünk összeválogatni úgy a műsorunkat, hogy komoly zenei, népszerű zeneszerzők művei is megjelenek, és tízszerűen mindig egy klezmer csokorral zárjuk a zsinagóga hangulatához megfelelően élő zenével a kis koncertünket. Nagyon kell figyelnünk egymásra, ugye kő és üveg mindenhol, de remélhetőleg ez a sok szék szépen mind megtelik, akkor nagyon fog változni, és ezt kell tudatosítani ilyenkor bennünk, hogy ha az meg is változik, akkor is a megbeszéltekkel koncentráljunk arra, ami a próbán megvolt. Négy autóval jöttünk, 15-en talán? Igen. Ez nagyjából ez a létszám szokott lenni. Nem tudunk elhozni az egész zenekart, az nem, mert velünk párhuzamosan, például katolikus templomokban barokk hangszereken játszik egy másik csapat, akkor kamara együttesek látogatnak, meg Budapest és környékén nyugdíjas otthonokat már lehet az udvaron kis távolságtartással, és reméljük, hogy a kedvenc projektünk is beindul, amikor elhanyagolt térségek falvaiba látogattunk el, és a gyerekeknek mint egy kvázi interaktív kis operát mutattunk be, bevonva őket a történetbe. Ezzel még várni kell, de talán visszaáll majd minden szeptembertől a régi kerékvágásba. A művek kiválasztás az elsősorban az én reszortom, hogy így mondjam. Elsőleges szempont az, hogy a zenekar minden tagja érintve legyen ebben a közösségi hétben, tehát senki ne akarja, de nem is akarják magukat kihúzni, úgyhogy ebből a játszó létszámból szoktunk gazdálkodni. Az együttes a szekszárdi zsinagóga koncertet követően egy kiszünetet tart, a következő hetekben pedig külföldön adnak koncerteket. A legközelebbi helyszín Olaszország lesz.